egy csepp vizet fogunk rácseppelteni. Ez két csepp volt. És várjuk. És csak ez egy csepp víz volt. Az ammóniumnitrát, a cinkpor és a víz exoterm folyamatát is láthatták, sőt ki is próbálhatták a hallgatók kedden a Nyíregyházi Egyetem egyik kémia laborjában. Poletta vízvilágnapja alkalmából mutatott be hasonlóan látványos kísérleteket, amelyekkel szemléltethető, milyen tulajdonságai vannak a víznek, vagy például, hogy mi a különbség a lágy és a kemény víz között. Hogy ebbe desztillált vizet tettem, nincsenek benne ugye kálcium-magnézium ionok, amik ugye a keménységet okoznak, így a szappan micellákat tud képezni, és így teljes mértékben hatásos a tisztító ereje. Na, amíg a kemény vízbe, ugye ebben elég sok mindent tettem, kálcium és magnézium ionokat, akármennyire rázhatom, neked is odaadhatom, de erősnek tűnsz. Nem fog habzani, nem fog, egyszerűen nem fog habot képezni, hanem egy ilyen csapadékot fog képezni a szappannak, ami gátolja a tisztító hatását. A víz nélkülözhetetlen az élet minden területén, ezért a Nyíregyházi Egyetemen nagy hangsúlyt fektetnek az ezzel kapcsolatos ismeretek átadására. Itt a Nyíregyházi Egyetemen a Környezet és Ember című tantárgy kapcsán belül minden egyes diákunk környezettudatos nevelést kap, és ott természetesen a vizekhez, a levegőhöz, a talajhoz kapcsolódó ismereteket megkapják, de nyilván ilyen részletességgel, mint ahogy a biológia vagy kémia szakos hallgatóink, vagy a természettudományos, vagy a földrajz szakon tanuló hallgatók nem. És éppen ezért ez a célja a rendezvénynek, hogy azok a hallgatók, akik ide a kémia laborba nem tudnak eljutni máskor, most eljöhessenek, megnézhessék azt, hogy a hallgatói milyen kísérleteket tanulnak és tudnak bemutatni, hogyan magyarázzák, és mindez hogyan kapcsolódik a vízvilágnapjához és egyáltalán a víznek a tulajdonságaihoz. A játékos kémiai kísérletek mellett szakmai programok is várják az érdeklődőket. Szerdán délután a Nyíregyházától nyugatra lévő löszös nyírség területén, vagyis a mai bokortanyák területén lévő nyírvízláposokhoz tesznek kirándulást. A hosszú háti tavat keressük fel, illetve a vízfolyásokat, az úgynevezett simai főfolyást, 9-es számú simai főfolyást, mely a mandai főfolyással egyesülve végül a Lónyai csatornába, az a teljes egészében mesterségesen kiásott Lónyai csatornába vezeti le a vizet. Ezeket találhatjuk meg most természetes vízfelületekként itt a nyugati nyírség területén. Ezekre is jellemző a kiszáradás, ugye az utóbbi évek aszályos időszaka jelentősen érintette itt is a vízszintet, de most is száraz, de én voltam kint egy hete, még pici vízfoltokat a vízfolyásban is látni, illetve a hosszú háti tó, az oláréti víztározó, ahogy itt a környéken ismerjük, hogy a császárszállási tó, a szelídi tó, a nagyvadas tó, mind-mind ezeknek a maradványai. A vízvilágnapjának célja, hogy felhívja a figyelmet a víz fontosságára. Ez az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmazállapotban megtalálható. Jelen van a felszínen, a mélyben és a légkörben is.